geometrikus absztrakt elmúlt 100 évének gyöngyszemeit vonultatja fel a Gallery Max legújabb kiállítása. Iván kurátorként mennyire volt nehéz, mennyire volt izgalmas kihívás összehozni ezt a kiállítást? Nekem nagyon izgalmas volt, mert nem mondhatom azt, hogy specialista lennék ennek a területnek. Tehát kifejezetten azért is gondoltam, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, mert akkor most kell ezzel foglalkoznom, hozzáolvasni hozzá, nézni anyagokat. És hát tulajdonképpen felfejtettem az elmúlt 100 év magyar művészetének egy olyan vörös fonalát, egy szálat benne, ami fantasztikus, mert ami itt van, ugye erre azt mondjuk, hogy modern. Az első világháború után 1921-22-ből származik az első munka, és a legelképesztőbb benne az, hogy amit ma csinál egy 20 éves geometrikus absztrakt művész, és felel mondjuk a 100 évvel ezelőtti munkára, az ugyanolyan friss, és ugyanúgy érvényes, ez elképesztő ebben az irányzatban. Mondhatjuk azt, hogy meg kell érni ezeknek a képeknek és a szobroknak a befogadására, vagy mindenki képes arra, hogy megfelelően magáévá tegye az élményt? Engem mindig nagyon bosszant, amikor a kortárs művészettel kapcsolatban valami olyan feltételezés van, hogy a művészet olyat akar elmondani, amit én talán nem értek. Hát dehogy is nem. Hát ennél érthető, tisztább és világosabb művészet nincs. Semmi rejtjelezés nincsen benne, semmi rejtett üzenet. Tehát ez egy nagyon közvetlen és nagyon direkt módon befogadható irányzat mindenképpen. Tehát nem hiszem, hogy ehhez kell érettség. Azt hogy érzed, mennyire számít ma trendinek ez a stílus? Vagy mennyire időtálló, mondjuk, hogyha 100 év múlva visszagondolunk, akkor ez egy művészetileg termékeny időszaknak fog számítani, vagy ez is csak egy divathullám, ami majd lecseng? Szerintem a művészetben is, meg ahogy a kultúra minden területén nagyon fontos az időbeni és a korszakokon belüli rétegződés. Tehát az, hogy itt már 100 éves munkák vannak, és azoknak az unokái és dédunokái, szellemértemben dédunokái is friss, eleven művészettel állnak elő. Ez azt mutatja, hogy ez egy olyan irányzat, ami nagyon életképes, nagyon sok tartaléka van. És ezt azért nagyon sok minden objektíve visszaigazolja. Tehát az, hogy mondjuk az itt kiállító Maurer Dóra ma valószínűleg a legmagasabb áron értékesített magyar művész, akinek a londoni legfontosabb múzeumban volt kiállítása, fantasztikus életmű kiállítása, nem olyan rég. Vagy az, hogy például a Nemzeti Bank, amelyik ugye tezaurálási célzattal vásárol fel műalkotásokat, a geometrikus absztrakt irányzatokból vásárol. Ez azért mind azt mutatja, hogy ezek azért kőbe vésett állítások ma már, hogy ez egy nagyon fontos irányzat, és még egy, ami szerintem fontos, amiről nem beszéltünk, hogy mitől magyar géniusz ez. Attól magyar géniusz, hogy közvetlen be van kötve abba a fajta szemléleti, abba a fajta gondolkodásba, amit képvisel a magyar matematika, a magyar sakk, a Lovász László Ábeldi, amit most kapott meg, amit a Rubik kocka jelent, egyáltalán a geometriával, matematikával való gondolkodás. Ebben Magyarország fantasztikus, világelsők között van. És az, hogy a művészetünkben is ez megjelenik, ez szinte természetes, de mi ezt olyan természetesnek vesszük, hogy nem látjuk, hogy ez mennyire izgalmasan, egyedivé teszi mondjuk a magyar kultúrát. Látod, külföldön mennyire figyelnek fel a magyar kortárs művészek munkáira, mennyire keresik őket, mennyire eladhatóak? Hát nagyon, de az a helyzet, hogy szerencsére a magyar művészeti lobbinak a tevékenysége egyre erősebb. Tehát magyar művészek egyre rangosabb intézményekben kapnak helyet. Aki ma befizet egy jól kiválasztott kortárs műre, az biztos, hogy gyerekének egy nagyon nagy értéket hagy hátra. Hiszen azt jól látjuk, hogy mondjuk Ripurónai került mondjuk 100-ba 1902-be, és mondjuk 2002-be meg belekerül 100 millióba. Tehát, hogy óriási a növekedés. És ez azért fantasztikus, mert az igazi befektetés a magyar kultúrába és a magyar művészetbe történik. Tehát azokba a gyöngyszemekbe, amit ez a társadalom kiizzad, vagy kifinomít magával. Rovatunk támogatója a Budapest Bank.